Egészségügyi vetélkedőt szerveztek a nyugdíjas klubok és idősek, életet az éveknek országos szövetség, Baranya, Somogy és Tolna megyében működő klubjai számára. Immár az eredményhirdetése érkeznek a résztvevők. A megjelentek szeretettel üdvözlik egymást, hiszen a találkozások is örömet jelentenek. A verseny a Richter-Gedeon NRT támogatásának köszönhetően valósulhatott meg. A Richter társadalmi szerepvállalásának két fontos eleme van, az egyik az egészség, másik pedig az oktatás. Azt gondoljuk, hogy ez a korosztály, amelyik a megélt élettartama folytán nem mindig jutott hozzá olyan egészségügyi ismeretekhez, amelyek ennek a korosztálynak jellemző betegségei. Nem ismertek előttük azok a eljárások, magatartások, amellyel a saját életminőségüket fenntarthatnák vagy javíthatnák. Ezeknek egyik fontos eleme a megelőzés, és mindezek a programok többek között ez a mai is, amelynek a díjátadóján vagyunk, ezt a célt szolgálja. A Pécsváradi Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének elnöke vagyok, Kárpátiné Kovács Zita, és részt vettünk a Richter Gedeon által meghirdetett egészségügyi versenyben, aminek nagyon-nagyon örültünk, amikor megtudtuk, hogy újra lesz, hiszen 10 évvel ezelőtt már részt vettünk egy ilyen versenyen. A verseny témája az idősebb korosztályt érintő betegségek közül az érelmeszesedés és az Alzheimer kor voltak. A kiválasztott témáknak különösen örültünk, hiszen az idős korosztályt az érelmeszesedés és az Alzheimer kor nagyon komolyan érinti. Tudjuk, hogy korunk népbetegsége az Alzheimer, és a legtöbb családban ebben a korban már találkoznak ilyen beteg emberekkel, akiket ez valamilyen szinten érint. Mind a kettő ennek a korosztálynak egy rettegett betegsége, különösen az Alzheimer kór. Ezzel kapcsolatban kapott tájékoztatás, ismeret azért biztos, hogy hozzásegíti őket ahhoz, hogy egy-egy szó elfelejtése az nem azonos az Alzheimer kórral. Az érelmeszesedés az pedig, ahogy úgy szokta a kollégám mondani, az a ketyegő bomba, ennek pedig az a jellemzője, hogy mint egy sátor alá bebújnak a társult betegségek. Az érszükület, ahogy hozzátartozik a cukorbetegség, az agyi érelmeszesedés, a szívkoszorú erek vagy a végtagoknak a elmeszesedése. Ezzel kapcsolatban számos ismeretet nyújtott az a teszt, amelyet itt a klubok együttesen kitöltöttek. A kérdések tesztek formájában kerültek kiküldésre, de információs háttéranyagok segítették a megoldást. Ezek a tájékoztatók sok ismeretet közvetítettek, de egyéni kutakodásra is szükség volt. Amikor megláttuk a kérdéseket, akkor egy picit úgy megijedtünk, hogy vajon tudjuk-e majd a választ erre, de kiváló ismeretanyagot kaptunk szórólapokon, tájékoztatókon, és azért kértünk egy kis segítséget is, mert az egyik házi orvosunkat, dr. Biró Ferencet megkértük, hogy közösen töltsük ki ezt a tesztet. Szép számmal összejöttünk, a klub tagjai, és sorba vettük a témákat, a kérdéseket, és én úgy gondolom, hogy mindenkinek maximálisan hasznára vált, és az idősek még élvezték is, hogy kicsit játszhatnak is, és így tanulhatnak, és szerezhetnek új ismereteket. Úgyhogy most majd kíváncsian várjuk az eredményhirdetést, hogy ez a közös tesztkitöltés hogyan sikerült. Postai úton való megvalósítás az számomra nem kérdés. Annak ellenére, hogy ismert előttünk, hogy ez a korosztály jelentős számban használja már az internetet. De miután a klubokhoz kisfalvakban is működnek, ahol azért ma még nem elérhető az internet, természetesen ott marad a postai közvetítés. Nagyon szoros verseny alakult ki, egy-egy ponton múltak a helyezések. Az egyik harmadik helyezett a Sásdi Levendula klub lett, a másik a Decsi Őszi Napfény Nyugdíjas klub. A második helyet a Komlói Őszi Rózsatán csoport érdemelte ki. A nyeremények a közösségi életet hivatottak erősíteni, no és a memóriát. Azért, hogy a memória minél tovább friss legyen, kap egy memória kiállítót. Az első a Pécsváradi Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete lett. A kijavított teszteket a résztvevők visszakapták. Egyrészt megbizonyosodik arról, hogy helyes a válasz, a másik pedig az, amikor rájön, hogy egyik válasz nem helyes, akkor az meg arra mutat, hogy akkor keresse meg a helyes választ. Tehát mindenképpen egy tudáshoz jut hozzá minden klubtag, aki ennek a tesztnek a kitöltésében részt vesz.
Az eredményhirdetésre sokan eljöttek a távolabbi településekről is, vállalva a több órás utazást. A programban 54 Paranya, Somogy és Tolna megyében működő klub vett részt. Az ez évi egészségügyi felvilágosító vetélkedő a verseny történetének legmagasabb százalékos aktivitását mutatta. Baranya megyében a klubok 74%-a vállalta a megmérettetést, de Somogy és Tolna megyében is sok klub kitöltötte a teszteket. Nagyon jónak tartom két dolog miatt. Egyszer az, hogy az egészség megőrzés és a három megye összefogása, és én megmondom őszintén, hogy a Siposné Jolikával mi már 20 éve dolgozunk együtt, és nagyon fontosnak tartom, hogy a dél-dunántúli régióban a Richter-Gedeon megjelenjen, és ilyen egészségügyi vetélkedőket rendezzem, mert mint látszik is az itt megjelent embereken, hogy sokan érdeklődnek iránta, sokan szeretik, és nem csak azért, hogy az egészségüket megőrzik, hanem a nyugdíjasok azok, akik igénylik, hogy együtt legyenek és jól érezzék magukat. Azt tudjuk, hogy a társas kapcsolatok az egy védőfaktor, hiszen aki egyedül van, elmagányosodik, az könnyebben lesz depressziós és szorongós. Azek a közös foglalkozások, az együttvétartozást, a közösségépítést nagy mértékben elősegítik, és hozzájárulnak ahhoz, hogy vidám öregkoruk legyen. A program ötletadója Sipos Imréné, a szövetség Baranya megyei elnöke volt. 2005-ben szerveztek először egészségügyi vetélkedőt, amelynek helyszíne a dél-dunántúli régió volt. A mostani verseny a 20. volt.